Jó estét kívánok! Ez a Jazz Cards Plus, a Karcefem FM Jazz magazinjának speciális kiadása. Gáspár Károly vagyok. Nemrégiben ünnepelte születésnapját a Magyarországon, az Amerikai Egyesült Államokban és a világ számos más országában nagyra becsült és közkedvelt Király Linda. A zseniális és gyönyörű énekesnő zeneszerző mindig a legmagasabb minőséget nyújtja rajongói számára, legyen szó érzelmes, romantikus vagy dinamikus, táncolható dalokról. Kedves nézőink és hallgatóink, a Jazz Plus ma esti vendége, Király Linda, akit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök a stúdióban. Szia Linda, Szia. örülök, hogy itt vagy velünk, és egy picit megkésve, de annál nagyobb tisztelettel és szeretettel kívánok boldog születésnapot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást. basta. Linda, az a helyzet, ugye, hogy hölgyek esetében nyilván nem illik arra rákérdezni, hogy éppen hányadik életévüket töltötték be, de mivel rengeteg cikk megjelent Mindenhol. ezzel kapcsolatban, és én úgy érzem veled kapcsolatban, hogy nem is zavar ez téged, annyira nem, nem csinálsz belőle problémát, nem. ezért nagyon bátran és merészen kimondom, hogy egy szép kerek évfordulót ünnepelsz, 40. évedben 21 plusz léptél. nyilván. Így van, így van, és hát ugye tudjuk, hogy a 40 az új 30, vagy nem tudom, hogy hogy szoktak lenni mostanában ezek a uh, szlenges szövegek, de minden esetre vannak olyan emberek, akiket ez a bizonyos 40. életév betöltése frusztrál, zavar, úgy érzik, hogy na, hmm. akkor most már ez erősen B-oldal. Te hogy vagy ezzel? Engem valahogy soha nem érintett meg így a kor, Ö, valószínű azért, mert látom, ahogy a szüleim élnek, tehát ők ilyen örök rockstárok maradtak, és hi hiába 65 pluszosak, ők esküszöm, hogy jobban buliznak, mint én, tehát hogy tudnak élni. Valahogy nekem ez a szám dolog, az, az soha nem izgatott. Én úgy érzem, hogy annyit tapasztaltam, annyit tanultam magamról az utóbbi pár évben, hogy igazából most vagyok igazán önmagam, úgyhogy nem zavar a kor egyáltalán. És miket tanultál meg önmagadról? Oh, van egy négy óra. <laughs> <laughs> nagyon van, sok minden. Igen, rád Nem, természetesen van. Van egy hossz, tehát, hogy én úgy érzem, hogy azért vagyunk itt, hogy, hogy folyamatosan fejlődjünk, meg tanuljunk, és nekem nagyon mélyre kellett mennem ahhoz, hogy hogy rájöjjek arra, hogy mi az, ami igazán boldogát tesz, hol kell a határokat meghúzni, mert nagyon sokáig hajlamos voltam, hát hogy mond, úgy nem tudtam nemet mondani, mondjuk ezt így, e, és és meg kell tanulni valamilyen szinten balancba tartani ezt az egészet ahhoz, hogy valaki egészséges és kiegyensúlyozott és boldog legyen. Úgyhogy sok mindent kellett tanulnom, de folyamatosan tanulok magamról. Milyen kérdések kapcsán volt az, hogy nem tudtál nemet mondani? Koncert felkérése. Minden. Koncert, legyen az magánéleti. Szívességek. szívességek. barátokkal, tehát hogy én... én és visszaéltek Egy... vele? Volt rá eset? Nagyon sokszor volt ilyen, és akkor én érzékeny halacska. <laughs> Megsért, nem sértöttem meg, de hát bántott, és én nem voltam az a típus, aki ezt kimondja, hanem mindig lenyeltem a, a, az érzelmeimet, vagy zenében jött ki. Ehm és ez, ez nem egy egészséges hozzáállás, úgyhogy ezt meg kell tanulnom kezelni. Erre teljesen magattól jöttél rá, vagy szüleid, testvéreid hívták fel rá a figyelmedet, hogy bizony Linda azért picit, hát keményebb meg kell lenni. É, igen, magamtól jöttem rá, de hát azért voltak visszajelzések, hogy, hogy na, Linda, azért valamikor meg kell húzni a határokat. Üm nem szabad mindent engedni, és, és, igazuk is volt, de, de tényleg nekem kellett erre rájönnöm. És nagyon-nagyon sok mindent meditáció által tanultam meg. Úgyhogy, ja. Ugye zseniális riporterként, műsorvezetőként van egy olyan titkos forrásom, amit úgy hívnak, hogy Google. Hát Google szerintem, szerintem senki nem használja rajta. Soha, soha. nem Senkinek nem jut ez eszébe. Titkos. Most Na. elmondtad a titkodat. Hát igen, most már mindegy, ilyen, ilyen felelőtlen vagyok. Szóval az a helyzet, hogy nyilván rákerestem a nevedre, amikor tudtam, hogy elfogadod a uh -huh. meghívásomat és fogsz érkezni, és a születésnapoddal kapcsolatos cikkeken kívül rengeteg olyat találtam a közelmúltban, a régebbről uh -huh. is, amelyek arról szólnak, hogy éppen a test súlyoddal Aha. mi a helyzet. Elég fárasztó. Hát igen. Gondoltam, hogy azért ez nem Tőled jön, nem. hogy felhívsz újságírókat, hogy figyelj, most Léci, beszéljünk arról, hogy most hízta hogy... 600 kilót, nem? De hogy Ez hogyan alakulhatott ki belőle? Az az igazság, hogy. Ez egy ilyen beakadás náluk? Ez egy beakadás. Nyilván mindenki küzd valamivel, és nagyon könnyű ilyenkor vetíteni, és másnak a <laughs> problémáit, vagy a szenvedését nézni, de én szerintem onnan ered az egész, hogy igazából Ugye 16-17 éves voltam, amikor befutottam Magyarországon, és, és igazából én szinte a kamerek előtt nőttem fel. Na most az, hogy, hogy, éppen most plusz 10, mínusz 5, tök mindegy, hogy mi volt, de hát valamivel kell foglalkozni. Sajnos nem mindig a zenémmel. De hát ez, ez, sajnos ez része ennek a szakmának, és ezt el kellett tudnom fogadni, viszont eljött egy-két olyan pillanat, ahol már rég nem rólam van szó, tehát hogy én ezt már megtanultam kezelni, és hál' Istennek már vagyok annyira békében önmagammal, hogy nem zavar, hogy ki mit gondol arról, hogy éppen hány kiló vagyok, mert senkinek nincs köze hozzá. Viszont inkább az kezdett el frusztrálni, hogy látom, hogy ez milyen hatással van a fiatalabb generációkra. Tehát olyan szintű ilyen torz kép alakul ki a fiatal lányokba, hogy, hogy ez rendesen ijesztő. Tehát, hogy ezt valahogy egy picit helyre kéne hozni szerintem a social médiában, mert, mert ez nem egészséges. És igenis lehetsz úgy sikeres, hogyha éppen pont nem tudom, plusz kiló van rajta. Tehát, hogy nem, oszt, nem szoroz az a plusz kiló, még ráadásul ez a body positivity, ami ugye most nagyon-nagyon fut, az nem arról szól, hogy ünnepeljük azt, aki egészségtelen és túlsúlyos, hanem arról szól, hogy ne ítélkezzünk, mert nem tudjuk, hogy mi áll a háttérben. Nálam ugye egészségügyi állapot van a háttérben, és igazából ez az én dolgom. Viszont én pont ezért kezdtem el nyitott lenni ezzel, és mesélni az én történetemről, meg az én állapotomról, mert, mert én is tök egyedül éreztem magam, és szerintem ezt helyre kell hozni. Az előbb azt említetted, hogy a meditációsokat segít Igen. neked abban, hogy a problémákat Igen. feldolgozd. Ez milyen jellegű meditáció? Nekem, a, ami a, a tuti, az a binaural beats, ez igazából szólfejlő frekvenciákat használ, ezek gyógyító frekvenciák, tehát bizonyítottan gyógyító frekvenciák, és ezeket szoktam használni reggel, este, akár csak 10-10 perc, tehát nem, nem is kell, hogy sok legyen. Viszont nagyon-nagyon nehéz út volt idáig eljutni, mert, mert az, hogy eljutni arra a pontra, hogy le tudom csöndesíteni eh, hát azt a, az őrületet, ami folyik a fejemben napi szinten, az nagyon nehéz volt, eh, és ezt gyakorolni kell, ezt rendesen gyakorolni kell, viszont amikor sikerül elérni, akkor az ember olyan válaszokat kap, tehát magától tudja, hogy igazából mire van szüksége, hogyha le tud csendesedni, és úgy kérdezi meg a kérdést. Azt gondolom, mivel hogy próbálkoztam én is annó meditációval, hogy ehhez, már hogy sikeres legyen ez a meditáció, az embernek nagyon-nagyon komolyan kell vennie magát, és ezt természetesen jó értelemben, mm. jó értelemben véve mondom, talán nekem ezért nem sikerült, mert mindig való, hogy valamilyen hülyeség közben eszembe jutott, Ó, és nekem akkor is nagyon sokáig magam. Persze. Tehát ez nem kizáró ok nálad, nem. Hogy, 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 hogy tényleg ugye ne úgy legyen, mint a filmekben, hogy ilyen nem oh, tudom, karate jelenet előtt és és így leül, és, nem, le, és nem, akkor... Ez nem így néz ki. Nem, nem, hát tényleg mindenkinek meg kell találni a magának megfelelő módszert. Ö, több fajta van. Ö, nekem ez jött be, nyilván valószínű azért, mert hát zenész, meg szolfázsó frekvencia, az valahogy működik, Ö, meg, meg abszolút hiszek is benne, az is nagyon-nagyon fontos, úgyhogy igen, ezt ez ki lehet gyakorolni, csak nem egyszerű. Ez már itthon kezdődött el, vagy Amerikában is kezdted érezni a, 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 a késztetést, hogy valamit kell? Ne, ez már csinálni. kint kezdődött, mert Hát voltak, hát eléggé hullámvasút az én életem, meg karrierem, tehát hogy így mély pontok, meg nagyon magas pontok, és ezeket meg kellett tanulnom kezelni, és volt egy barátnőm kint, aki Hát ő, ő mindenféle ilyen én spiritualitásban, még mindenféle, tehát ilyen full, de annyira cukit, tehát ő magát hippinek hívja, mert hogy ő ilyen örök hippi, azt mondja magáról. És egyik nap mondta nekem, hogy figyelj, menjek már el vele egy ilyen hangtermeditációra. Na most én vágtam a pofákat, hogy na jó, hagyjál békén ezzel a hülyeségeddel, imádlak, jó, oké, okay, elmegyek. És valahogy ott történt valami. Nem tudom, hogy ezek az óriás hangtálak, meg az, hogy, hogy ennyien ott voltunk, és ilyen közös, tehát olyan energiák voltak ott, hogy valami így kattant bennem, és akkor onnantól kezdve próbálkoztam vele. Úgyhogy igen, a Los Angeles-i hangtál meditációs, ahogy ő mondja, táborban <gül> sikerült. <gül> De ezt a csajt. <laughs> Előbb mondtad, hogy a karriered egy hullámvölgyre mm. is hasonlít. Én azt gondolom, hogy azért te egy álló csillag vagy, hála Istennek, és hát Kedves abszolút vagy. ezt te megérdemled. Viszont valóban azt is észre lehet, Észre lehet venni veled kapcsolatban, hogy eltűnsz, feltűnsz, eltűnsz, feltűnsz. Van ebben tudatosság is a részedről? Vannak ilyen pillanatok, amikor azt mondod, hogy most, mint énekesnő a háttérbe húzódom, mert jobb úgy nekem? É, igen, tehát, hogy igazából ez az egész onnan származik, hogy én nem úgy kezdtem el az éneklési pályára, hogy, hogy, én kislányként azt mondtam, hogy én sztár akarok lenni. Nekem a zene egy ilyen menekülés volt. Én nem éreztem jól magam a bőrömben, nem találtam a helyemet, és akkor a zene volt az, ahol végre úgy éreztem, hogy na most így megtaláltam a kis világomat. És nyilván nagyon-nagyon sok munka, meg minden van benne, de ez nem egy tudatos karrierépítkezés volt, hanem véletlenek sorozata, meg nem tudom mit. Tehát egyszerűen csináltam azt, amit imádok csinálni, és akkor jöttek a lehetőségek. És nyilván értem persze a lehetőséggel, de de nem az volt bennem, hogy minden áron én most sztár akarok lenni, én csak énekelni akartam, és akkor nyilván mivel, hogy egy ilyen érzékeny típusú művész lélek, ezt szokták mondani, vagyok, ezért eljönnek olyan pontok, amikor nem akarok középpontba lenni, és akkor sokkal szívesebben írok dalokat másoknak, vagy, vagy bármi más csinálok, nyilván zenével kapcsolatos, de, de inkább elszoktam vonulni. Nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan lelki állapotban legyek, a, aki tud adni. Tehát ugye mi azért vagyunk itt mint zenészek, hogy adjunk az embereknek, valamilyen energiát közvet, közvetítsünk, valamilyen üzenetet adjunk át. És nekem nagyon fontos az, hogy az az üzenet az tiszta legyen. Úgyhogy valamilyen én. szempontból, hogyha ránézel magadra kívülről, ha mm -hmm. már ilyen meditációról Igen. beszéltünk ez a test elhagyásos Igen. élmény. Akkor azt gondolod, hogy bizonyos szempontból te egy nehéz ember vagy. Én nem tartom magam nehéz embernek, sőt, nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy igazából egyszerűbb azért, mert, <laughs> mert mindenkinek én szoktam segíteni, tehát hogy igazából hagyom. Tehát, hogy nem vagyok az a, az a nagyon szívbajos típus, én nagyon el tudok lazulni bármilyen környezetbe, tehát ezzel nincs gondom, viszont, viszont, igenis, nagyon érzékeny vagyok, és én ilyenkor eltűnök tehát hogy én, én az, az a típus vagyok, hogy akkor én jó pár napig eltűnök, zenét hallgatok, fürdök, kutyámmal foglalkozom, és kellett egy idő, hogy, hogy ezt a körülöttem én, lévő emberek megértsék, hogy én nem azért csinálom, mert én nem akarom rárakni azokat a terheket az én, azokat, a, na, azoknak az embereknek a hátára, akit én szeretek. Úgyhogy én inkább eltűnök, de most az, hogyha az nehéz, azt nem tudom. Hát azt tőlük kell megkérdezni. <laughs> Megy az idő, ugye, Na. és az emberek életében hát nagyon fontos szerepet tölt be az, hogy családot alapítsanak. Mm. Ez hol tart most nálad, ez a folyamat, hogy így fogalmaz? Hát ez a foly ugye az a kérdés, hogy van -e, valaki? Nincs, nincs, még mindig szingli vagyok. Ö, én valahogy erre soha nem görcsöltem rá. Én valahol tudom azt nagyon-nagyon mélyen, hogy én leszek anyuka, és nekem lesz családom. Na most az, hogy mikor, és hogyan, és hogy fog ez kinézni, azt nem tudom. Azt bízom a sorsra, vagy mindegy. Én erre nem szoktam rágörcsölni, persze ugye azt mondják, hogy megy az idő, de azért legyünk őszinték, manapság már nagyon-nagyon kitolódott ez a, ez a kor határ. Úgyhogy lekopogom, bízom benne, hogy minden oké okay lesz, majd egyszer eljön, hogyha itt az ideje, hát most mit mondjak erre? <laughs> Ennyi. Na, hát ugye azt már említettem, hogy hogy a súlyoddal kapcsolatban rengeteg mm. cik jelenik Persze, meg ez, az fontos. veled összefüggésben. Viszont mi a helyzet mostanában a zenei karriereddel? Miket csinálsz, Linda? Mert sajnos Ö... ugye erről talán kevesebbet hallanak. Sajnos, igen. Most eljött megint egy ilyen nagyon kreatív időszakom, hál' Istennek és elkezdtem egy nagyon-nagyon jó csapattal, most eddig ugye mindig csak angolul írtam dalokat, nekem bármennyire fura az az anyanyelvem, én csak később tanultam meg magyarul. Van egy különleges írási stílusom angolul, ami miatt ugye hívnak másoknak is írni, van egy ilyen önironikus, picit ilyen csípős szövegstílusom, és ezt valahogy nem tudtam át, rakni magyarra soha. Viszont most lett egy nagyon jó csapat körülöttem, és elkezdtünk magyar nyelvű dalokon dolgozni, úgyhogy ez idén meg fog jelenni, nagyon szépen haladunk, ö, és alig várom, hogy ezt megmutassam, mert ez is egy, egy óriási része az életemnek, az hogy végre bele tudom rakni magyar szövegbe azt, amit átélek, az, amin keresztül mentem az utóbbi pár évben. Úgyhogy izgi. Nagyon. Azt gondolom, hogy amikor egy család Hazaköltözik külföldről bárhonnan, mm. akkor annak megvan az előnye is, hiszen egyfajta exotikumot hoztok be ide hazánkba. Viszont sok embernek, ugye főleg valljuk be őszintén, hogyha az Egyesült Államokból érkeznek Ingen. haza, akkor, akkor ez, ez olyan ellenszenves tud lenni, hogy előítéletek biztos beképzeltek, ja, biztos persze, itt minden rossz lesz nekik. Mindent. Ezeken, ezeken túlestél, túlestetek? Jaj, persze, hát rögtön kaptuk azt, hogy biztos így, meg biztos úgy, is közben ugye az emberek nem tudják, hogy miért jöttünk Magyarországra. Tehát, hogy nagyon rövidre zárva az anyukám nagyon beteg volt, mindenféle kezelést, kemoterápiát, műtétet Amerikában kapott, és így is azt mondták, hogy kevesebb, mint 13 százalék túlélési esély. És az anyukám egy borzasztó erős nő, és csak egyszer mondta az, hogy hát, hogyha ez a helyzet, akkor én az otthonomban szeretnék lenni és egy évet adtak neki, úgy volt, hogy csak egy évet leszünk itt, és egyébként egy csoda történet, mert nulla kezelést kapott itthon, semmit nem kapott, és napról napra erősödött, és itt van huszonvalahány éve később, és nyilván ezért maradtunk is Magyarországon, hogy anyukám boldog és egészséges emiatt, hát akkor nem volt kérdés. Úgyhogy nehéz volt, mert mert borzasztó, ijesztő helyzetben voltunk otthon, nagyon-nagyon új helyzetben volt voltunk eleve új nyelv új kultúra és akkor persze jöttek a, a kommentek hogy hát biztos hogy nem tudom mi biztos nagyon nagyon beképzeltek meg mindenük megvan és a fenekük alá volt tolva hát ez, ez nagyon nem így volt de hát ez van de aztán jött, jött a nagy fordulat az életedben az a bizonyos filmzene ugye és László ez hogyan alakult ki Hát igazából a Dobrai Gyuri hallott engem énekelni egy ilyen kis mini koncerten, és ő szólt a Presszer Gábornak, hogy... Hát, Hány éves voltál ekkor? 16. Ő szólt a Presszernek, hogy hát van egy lány, aki szerintem meg kéne hallgatnod. Meghallgatott, a hangomra írt ezt a gyönyörű dalt, és megszületett a szerelem utolsó végig, és megváltozott az életem. Úgyhogy tényleg örök hálám, hogy azért Azért elég mély vízbe lettem bedobva, tehát ilyen nevekkel dolgozni elsőként tizenévesen, hát azt se tudtam, hogy hol van a fejem. Tehát <laughs> hihetetlen volt, és egyik pillanatról a másikra így elindult egy karrier. Jobb lett volna, hogyha ez néhány évvel később történik, meg <laughs> így utólag visszatekintve? Én semmit nem szoktam megbánni, mert szerintem mindenből tanulunk. Tehát, hogy nem, ez, ennek így kellett lennie. Ennyi. Kicsit nehezebb volt így, de de nem baj, mert tőlem erősebb. És úgy általánosságban véve most már sokkal erősebbnek érzed magad minden szempontból? Tehát azokat a falakat, amelyeket sajnos fel kell, mm. hogy építse maga köré, főleg mm. egy művészember, az úgy érzed, hogy most már úgy elég jól működnek és védenek téged? Abszolút. A családom az örök harcosnak hív engem, tehát hogy én képes vagyok a leges, legmélyebb pontról újra és újra fölállni és ezt nekik köszönhetem, mert, mert erre tanítottak minket, tehát hogy ezt a példát mutatták nekünk, hogy, hogy nem adjuk fel, hanem ha kell, akkor századszorra is föl fogunk állni újra meg újra, bármennyire lehetetlennek tűnik a helyzet, úgyhogy én örülök, hogy így neveltek minket, mert szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos dolog a, a mai világban, ami hát nem, nem egyszerű világ, ugye, bár. <laughs> Említetted, hogy most készültök ezzel az új uh -huh. anyaggal, ezzel az új uh -huh. zenekarral. Ez egy teljes lemeznyi anyaggá fog összeállni? Hát manapság azért inkább maxiban gondolkodik az ember, de már ott tartunk, hogy már megvan négy dal, tehát hogyha már itt tartunk, akkor lehet, hogy végig kéne vinni, úgy hogy, most, Akkor majd jönnek a klippek, gondolom. Igen, okay? mindenféleképpen. Igen. igen. Kollégák mind itteniek? Tehát magyarok? Akkor igen, erre a magyar anyagra abszolút. Lesz, lesz angol nyelvű dal is, amit kiadok, mert már ezer éve ott, ott vár, hogy végre belelépjek, és csinálják már egy klipet, és adjam ki. De úgy látszik, kellett nekem egy kis idő, hogy itt tartsak, hogy na jó, hát akkor menjünk, csináljuk. Ennyi manapság a stílusok már annyira összekeveredtek, uh -huh. hogy nagyon nehéz, és talán nem is kell már bizonyos zenéket kategorizálni. Igen. Mégis, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor lehet azt mondani, hogy király linda pop énekesnő király linda pop zenét csinál? Azt mondanám, hogy szófó so pop. Tehát, hogy minden dallamvezetése, meg minden, ami, ami belőlem jön, az általában ilyen, ilyen szólosabb, de manapság ugye már annyi pop zene van, hogy, hogy igen, igazából popzenének zenének itt e, de, de közben meg már a rap is popzenet, már minden pop zene, úgyhogy úgy, igen, nagyon nehéz kategorizálni, mert minden szinte egy, egy, egy kategória per pillanat. És hát ugye olyanok is, olyan hát helyzetbe kerülnek, hogy popzenészként gondolnak rá, és itt a popzenét úgy értem, hogy populáris, tehát hogy Igen. nagyon népszerű. Igen. Akikről néhány évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hiszen valljuk be őszintén, hogy nem ütik meg azt a színvonalat. Mm. És azt veszem észre, hogy azok az új fiatal tehetségek, akár hazánkban, akár világszerte, akik, hát most én élesen fogok fogalmazni, például tényleg tudnak énekelni, uh -huh. ők most már átmennek a Te Hogyan látod ezt a, ezt a folyamatot? Ö, nagyon nehéz, mert például egy olyan típusú hangnál, mint nálam, tehát nekem ö, egy erős hangom van, ö, nagyon sok benne a dinamika, erős a vibrátó, ö, és ugye a mai szintiszta popzenébe, ez nem divat. Tehát még az Amy Winehouse korszakban még belefért ez a fajta szóléneklés, meg az Adel, hál' Istennek ő is, úgy viszont most minden le van nagyon-nagyon tisztulva, az összes ének, az összes sáv, az kompresszálva van, az agyon autótúnozott, filterezett, mert ugye ez a divat most. Úgyhogy igazából az olyan típusú zenészek, énekesek, mint én, vagy akit most eddig is mondtam, nekünk muszáj valamilyen szinten egy picit réteg felé menni, még hogyha még poppon belül is, de arra felé, mert egyszerűen most nem divat. Hát bízunk benne, hogy majd visszajön a divatba. A divat mindig változik, Na, most az öltözködés tekintetében nagyjából a 80-as évek jött vissza, úgyhogy a Ennyi. zenében is soha nem lehet tudni, hogy melyik korszak <laughs> fog visszatérni. de ugye többször említette már veled kapcsolatban, hogy zeneszerző is vagy. Mikor Igen. kezdődött el ez nálad, hogy a zene ezen területén is kipróbált magad? Hát szerintem. És talán ezt kevesebben tudják ez róla, pedig már komoly, komoly szinten csinálod. Köszönöm szépen. Én szerintem az első dalt, azt úgy 16 körül írtam. Megvan? Fú, meg valahol megvan még. Aztán ugye folytattam ugye a Big Brother-nak a fő címdalát, és egy Giovanni nevezetű zeneszerzőtársammal írtam. Aztán egy csomó lemezt ugye, a csomó dalt az első lemezemen is szintén. De úgy igazán mélyen belemászni szerintem hát egy tíz éve kezdtem. Úgy, hogy másoknak is. És ez egy totál nagy szerelem lett nekem. Tehát az, hogy, hogy másnak a, a, a kis lelkébe és világába belemászni és megpróbálni ezt megfogalmazni nekik úgy, hogy átérzik, amikor éneklik, az, az, egy, az egy óriási kihívás. Ez és ez nagyon... Csak... Jöttek a felkérések, hogy Linda létszi egy-két számot. Igen, elkezdtem, nagyon sok emberrel dolgoztam, ugye közösen írtunk dalokat, akkor elkezdett terjedni a hír arról, hogy, hogy milyen stílusú szövegeim vannak, meg mit tudom én mi. Aztán jött egy óriási felkérés, hogy a Bob Sinclairnek az egyik slágerét én írtam, és akkor onnantól kezdve már, már ide-oda hívogattak, hál' Istennek. Úgyhogy ez egy külön szerelmem, és ugyanannyira szeretem, mint maga a, az éneklést. Úgyhogy most írtunk egy jó párat közösen a tesómnak is, ami szintén meg fog jelenni. Úgyhogy az is külön izgi dolog volt, hogy a tesómnak megfogalmazni az ő kis világát egy, egy dalban. Úgyhogy na, na, én nagyon örülök, hogy, hogy ez is része az életemnek, meg a karrieremnek. Mi pedig nagy kíváncsisággal várjuk ezeket a dalokat. Linda, az első részben is beszélgettünk már arról, hogy jellemző a karrieredre a, a, a Hullám hullámvölgy, vagy igen. a hullámvölgyek, és azt gondolom, hogy az egyik legmélyebb, vagy a legmélyebb mm. hullámvölgy, ez a bizonyos himnusz dolog volt, mm. amiről nem foglak kérdezni, hiszen már annyian kérdeztek igen. róla, azt gondolom, hogy ki lett tárgyalva, ki lett beszélve ez az ügy, mm -hmm. ami viszont érdekelne, hogy befolyásolja-e a mai napig az életedet olyan szempontból, hogy Bizonyos időközönként eszedbe jut-e, amikor színpadra állsz, bevinnalak-e mm. azok a képek arról a bizonyos eseményről, tehát hogy mennyire maradandó számodra, Aha. és mennyire nagy lecke. Hát nyilván. Mert ugye át lehet ezt transformálni pozitívvá is, hogy akkor a leckét kaptam, hogy ebből aztán tényleg tanulok. Ez így van, tehát hogy nekem, én, én gyerekkorom óta küzdök lámpalázzal, nagyon-nagyon súlyos lámpalázzal, és ez, 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 egy olyan helyzet volt. E, és meg kellett tanulnom, valahogy kezelni ezt, mert, mert hiába imádom a zenét, meg vagyok énekes, mert ugye nem tudok úgy állni a színpadon, hogy ne remegjek, vagy felejtsem el azt, hogy mit éneket, mert hát ez egy, ez egy probléma is. Láttam egy jó pár dokumentumfilmet, a Barbra Streisand, meg a Whitney Houston is erről beszélt, hogy ők is borzasztó lámpalázasok voltak, és akkor elkezdtem keresgélni különböző technikákat, amik, amik nyilván még mindig küzdök vele, de viszont most már tudom kezelni, az is egy óriási előrelépés volt, meg egy tanulási fázis. Azon kívül pedig meg kellett tanulnom egy picit hát megbocsájtani önmagamnak, hogy igenis ember vagyok, és igenis előfordul ilyen egy tini lányal egy új helyzetben. Leblokkol ez történt, és meg kellett tanulnom... És meg is kaptad azt? Hogy? A másik oldalról a megbocsátást? Hát ezt én nem tudom, az, az, az már nem az én dolgom. Tehát én, én ezt szerintem, ez most már tizenéves voltam, és most vagyok negyven, tehát ez, ez már nagyon rég volt. És nem vagyok egyedül olyan ember, aki leblokkolt, és elrontotta himnuszt, az világszerte történik ilyen. Szerencsétlen dolog volt, hogy pont ez. De hát ez van, és ezt fel kellett dolgoznom, és azt is meg kellett értenem, hogy hogy az, az a sok bántás, amit kaptam erre, az nem feltétlenül rólam szólt, hanem egyszerűen ez egy támadási felület volt, az emberek nem tudták, hogy mi én éppen miben vagyok, hogy mi történt, hogy az egész sztori, hogy miről, és sajnos az emberek hajlamosak a, a saját fájdalmukat másokra vetíteni. Úgyhogy ez az egész egy tanulási fázis volt, abszolút, abszolút. És persze vannak olyan pontok, amikor néha bevillan, de meg kell tanulnom megint lenyugodni, és akkor átmenni azokon a lépéseken, hogy akkor hogy ne legyek ilyen izgalom helyzetben. Azt gondolom, hogy mindannyiunk belefut egy-egy, mostanában divatos, a különböző televíziócsatornákon mm. látható, hát úgynevezett tehetségkutató mm. versenyekbe, és bevalom őszintén, hogy időnként azért felhúzom magam abban az esetben, amikor kijön egy lány vagy fiú, és mm. hát valljuk be őszintén, nem tud énekelni. Mm. És a zsűri tagjai számomra valamilyen megfejthetetlen okból azt mondják, hogy te jól énekelsz, és tovább jutatunk, vagy folytasd ezt. Hogyha te ilyennel találkozol, akkor át tudsz ezzel lendülni, és legyintesz egyet, és azt mondod, hogy igazából nyilván ezek a műsorok nem arról szólnak, hogy tehetség. Ez egy tévéműsor. Igen, egy kicsit... Vai dühít azért. Figyelj, az az igazság, hogy nem hagyhatom, hogy ez most dühítsen. Tehát, hogy egy, egy, totál más világban vagyunk. Tehát én, amikor én befutottam, akkor még a régi világ volt. Tehát akkor valaki egy dallal futott be, ugye egy filmmel kapcsolatosan is. És akkor... Most nagyon-nagyon-nagyon sűrített a piac olyan szempontból, hogy már az ember, és ezért egyébként zseniális dolog a social media, meg, a, meg az internet, meg minden olyan szempontból, hogy nagyon sok embernek lehetőséget ad, viszont Egyre nehezebb kiválasztani azt, amit szeretett. Nagyon nehéz kitűnni a tömegből. És most így a tévéműsorokkal kapcsolatosan annyit tudok mondani, hogy, hogy ez egy tévéműsor. Tehát nem feltétlenül arról van szó, szóval lehet, hogy pont a sztoriuk jó, és azt akarják nyomni. És, tehát, hogy ezt nem lehet tudni, hogy mi itt a, a hátszél, viszont. Tény is való, hogy azért egy jó pár uh, igazán tehetséges énekes jött ebből a műsorba, mondjuk az öcsém, vagy a tótlányog, vagy tehát hogy nagy sorolni tudnám, hogy azért vannak itt nagyon nagy tehetségek. Nem mindenki az, de hát attól függetlenül az egy szórakoztató tévéműsor, nem? <laughs> Most... Előbb azt mondtad, hogy amikor te befutottál, ugye ez a bizonyos szerelem utolsó vélemény mm. című dallal, akkor gyakorlatilag nem mondtad ki, de akkor én most lefordítom, hogy a megengedett mm. helyetted. Tehát azért futottál be, mert nagyon-nagyon jól tud énekelni. Hát ma azt már nem ez... tudom, hogy ez most azért volt, az szerintem egy... igen. Egybe volt az egész. Szépen énekeltem, igen, meg nagyon jó volt a dal, meg nagyon izgalmas volt a, 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 a körítés körülött. Na de nem ez lenne a logikus mindig? Hát, hogy ne? Mert hogy ma már nem mindig ettől függ, nem, hogy valaki nem, sztár legyen. Nem, már nem mindig ettől függ. Meg ugye a zene egy nagyon nehéz dolog, mert, mert a zene az szubjektív. Van, aki tehát hogy egyszerűen nem lehet azt megítélni, egyébként nem is értem egyébként az énekversenyeket, mert nyilván ugye ezt lehet ö, ítélni, hogy hogy most ki jobb technikában, de az, hogy kinek a hangszíne tetszik jobban, kinek a stílusa tetszik jobban, ezt, ezt nem lehet így egy versenybe rakni, ez nem olyan, mint egy sportverseny, aki érted odaér előbb, az nyer. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz ö, téma egyébként, mert, mert nem lehet eldönteni, hogy valakinek a, a lelkét melyik típusú hang vagy előadó fogja megérinteni. Ez nehéz kérdés. Amikor még Amerikában gyerekeskedtél, és hát nyilván nagyon sok zene szólt otthon, hiszen uh -huh. szüleid is nagyszerű muzsikusok. Volt-e jazz zene is? Volt, volt. Egyébként anyukám volt az, aki bemutatta nekem a, a jazz, az R&B, a soul zenét. A, a fater volt a rocker ezerrel. Első koncert, amire valaha elvitt minket a tesóimmal együtt, az egy Van Halen koncert volt, és ott így toltuk a rock. <laughs> Nagyon jó volt. De anyukám mindig ő kezdte mutatni nekem a Anita Baker, Maxwell Shaka Khan, tehát ő, ő, volt az, aki ezt a soul vonalat, ezt a jazz vonalat, ezt így behozta az életembe. Eddie James, tehát hogy így, ja, lehet ja. mondani, hogy a mai napig azért inspirált téged a jazz is? Nagyon, nagyon, sőt, imádom. Most nemrég volt egyébként egy közös koncertem a Rátonyi Robival és az ő zenekarával, és hát az egy olyan élmény volt. Jazz standardeket énekeltem, és, és ebből lesz folytatás, mert nagyon megszerettem. Tehát, hogy annak, és olyan különleges atmoszférája van és teljesen másképp énekli az ember ezeket a sztenderdeket, úgyhogy, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem. Abszolút. Ha próbálsz beletekinteni a jövődbe, ami uh -huh. nyilván nagyon nehéz, de hát mindannyiunknak vágya, hogy uh -huh. egy picit, hát ha megtudhat erről valamit, hogyan látod magadat? Elsősorban Király Linda énekesnő, aki a színpadon áll, vagy a háttérbe húzódva zeneszerző, dalszövegíró, esetleg menedzser, producer? Mindkét oldal még ott van. Tehát még van egy-két olyan dolog bennem, amit meg szeretnék csinálni, ami a színpadon van, ami, ami belőlem fog jönni, belőlem fog elhangozni. Viszont nekem hosszú távon minden vágyam az, hogy fiatal tehetségekkel dolgozzak. Tehát én nagyon-nagyon szeretek fiatal tehetségekkel dolgozni. Úgyhogy ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Van még egy-két rugás bennem, aztán, aztán meglátjuk. És a fiatal tehetségeket hogyan fedezett fel? Nekem... Nekem nagyon-nagyon hiányzott, mert ugye én zenei oktatásban nőttem fel, és Borzasztóan hiányzott az, hogy valaki foglalkozzon a, a, a lelkemmel, tehát hogy, hogy, hogy kell ezt feldolgozni, amikor valaki tényleg befut, és amikor fiatalon é, ilyen óriási teherben nyomás van rajta, és ezzel nem foglalkoztak, tehát nekem, hogyha minden vágyom megvalósulna, akkor lenne egy olyan iskolám, ahol nem csak a, az éneklés, a zeneszerzés, a producerkedés, hanem maga a a lelki részét, megtanulni ezt a, ezt a szakmát, hogy hogy működik, hogy tanuljuk meg azt, hogy ö, hogyan lehet megvédeni magad, hogy ne húzzon le minden egyes menedzser meg, tehát hogy ezekkel nem foglalkoztak annyira, és szerintem ez borzasztó fontos, mert ugye itt tudnak elmászni a fiatal tehetségek, hogy kapnak egy jó nagy pofont, nem tudták, hogy ez, ez így fog lenni, és akkor kész, vége. Azért tudjuk, hogy a 27-esek klubja azért erősen ott van. Na, szóval... Úgyhogy igen, ez egy ilyen titkos vágy, most már nem annyira titkos, de, de szeretnék ilyet is csinálni majd. <gül> <gül> és teszel ennek érdekében lépéseket? Dolgozom pont rajta. Dolgozom rajta, igen. <laughs> Király Linda Akadémia. <laughs> <laughs> nem tudom, hogy pont az, de valami, valami. <laughs> ha ez lesz a neve, akkor a jogdíjból a jogdíj, majd azért természetesen a részesedést nyilván, kérek. Nyilván, 60%-a nyilván. Persze, ezt megbeszéltük. Köszönöm szépen. Linda, egyébként, hogyha arról beszélgetünk, hogy milyen terveid vannak, akkor azok Magyarországra vonatkoznak, vagy szeretnél nyitni újra az Egyesült Államok, mm. az Egyesült Királyság és mindenfelé? Uh. Ilyen konkrétumok nincsenek, én hagyom, hogy jöjjenek a lehetőségek. Most, most is hív, visszahívtak, ugye kint voltam a szülinapomat ünnepelni, és elég nagy nevezetű producerek meghívtak dolgozni, az simára kerülhet valami amerikai sztárnak a lemezére. Tehát, hogy nyitott vagyok, nincs semmi speckó bennem, hogy most akkor csak is Európa felé, csak is Magyarország felé, csak is Amerika felé, semmi. Ami jön, az jön. Ennyi. Sokat gondolkozom azon, és fájlalom is, hogy én azt gondolom, vállalom a véleményemet, hogy talán soha nem is volt, és most sincsen magyar világsztár. Miért nincs? Um, hát egyébként jazz, meg, meg zenészből van világsztár, hát tudod, Borlai Gergő, tehát hogy ő volt az el, egyébként az első dobosom. Tehát, hogy ilyenek vannak Nyilván most a. Inkább a pop zenére a pop, gondolok, na, hiszen a sokkal hát, több embert vonz. Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Nyilván a, a, a kiejtés az nagyon problémás tud lenni. Tehát, hogy egy amerikai popzenében, na, úgy tudna működni egyébként, hogyha valaki Magyarországról jön, és ő feltétlenül popzenét szeretne csinálni, viszont van egy kis kiejté, kej, kiejtési probléma, akkor bele kell vinni a saját kultúráját a, a zenébe. Tehát, hogy, hogy akkor sokkal jobban elfogadják, de hogyha valaki szintisztán egy egy amerikai popzenét akar imitálni, úgy, hogy van egy kis akcentusa, az, az nem szokott működni. Nyilván tisztelet a kivétel, mert azért manapság, megmondom őszintén, mi, amióta van ugye YouTube, meg, tehát, hogy a mai fiatal eh, magyar gyereke, gyerekek, hát fiatalok, nagyon jól beszélnek angolul tényleg meglepően. Úgyhogy még bármi lehet. Szerintem nagyon-nagyon sok pénz kell a háttérben, nagyon sok szerencse, csillagok úgy álljanak, hátra szaltozva tudjál, nem tudom mit csinálni, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz, soha nem lehet tudni a mai napig kedem magam, hogy, hogy én Amy Winehouse-ra túrnéztem, hogy Prince volt a mentorom, hogy kétszeres Grammy-díjra neveztek az Eric ben és duettemmel, tehát, hogy olyan dolgok történtek velem, hogy így micsoda, hogy? Ezt nem is, nem, el sem hiszem. Úgyhogy nagyon összetett, hogy az emberből hogy lesz világ, de én szerintem ugye szerencse, pénz, nyilván ez a kiejtés dolog, ez fontos tud lenni, hogy valaki odafigyeljen erre, vagy hogyha nem tud ezen javítani, akkor hozzon bele a saját magyar kultúrájából, vagy bármi, amitől különleges lesz, és akkor az elfogadható simán. Összetett, nagyon-nagyon összetett. Ezt nem lehet tudni. Franc tudja. Nem gondolod, hogy van veled kapcsolatban egy olyan effektus, hogy itt Magyarországon még mindig azt mondják, hogy Király Linda az amerikai énekesnő, Amerikában pedig azt mondják rá, hogy Király Linda a magyar énekesnő. Amerikában soha nem, mondták ezt, nem mondták ezt rólam, mert hát kint én egy New Yorki lány vagyok, az, hogy magyar, magyar szüleim vannak, és magyar származásom, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, azt valahogy nem vitték bele a zenébe, és ezért ez nem volt egy téma. Viszont a mai napig küzdök azzal, hogy, hogy én igenis magyarnak tartom magam, és valószínű azért is Vagyok itt ennyit, mert egyszerűen nekem borzasztó fontos. És lehet, hogy ez azért van, mert ugye kint születtem, ott nőttem fel a szüleim, mindig ódákat meséltek arról, hogy milyen gyönyörű, és hogy milyen szép, és hogy a legjobb, és hogy bennem van egy ilyen, hogy én igenis itt akarok lenni, én nagyon szeretek itt élni, és nekem fontos az, hogy, hogy tekintsenek engem magyarnak is, tehát hogy én abszolút annak tartom magam. Nem hátrány, sőt kifejezetten előny, hogyha egy előadó művész jól néz ki, ez a te esetedben, hát aztán maximálisan Jaj, megvalósul. Mit is szól? Viszont említetted, hogy jelenleg mm. szingli vagy, és azt gondolom, hogy talán a férfiak egy része vagy legnagyobb része egyszerűen fél tőled. Ismert vagy. nagyon tudja mindenki vagyok ki rólad, mi? hogy jól énekelsz. És hát gyönyörű nő vagy, és Köszönöm. talán nem ismernek. Próbálkozni. A próbálkozás természetesen jó értelme véve uh -huh. mondom, tehát udvarolni nem mernek. Tapasztalukban. Le lehet, ezt? lehet. Én szerintem én egy, én egy elég nyitott ember vagyok, én nagyon emberszerető típus vagyok, tehát, hogy én. Imádok jókat röhögni, mindenkivel beszélgetek, nem vagyok az a visszahúzódó típus, tehát hogy én szerintem velem De pontsz, ugye hogy tudod, egyszerű. Hogy ez is le tudja sokkolni az embereket, mert Igen. lehet, hogy arra gondolnak, hogy te vagy a díva, aki lehet. Hát, nem ereszkedik le a pornép közé, és akkor, amikor tapasztalják azt, hogy hogy közvetlen vagy, beszélgetsz mindenkivel, felhőtlenül és jókedvűen, Igen. akkor az is le tudja sokkolni az embereket. Hát akkor nem tudok nem mit csinálni. Á, most akkor mi van? Akkor nem tudok mit csinálni, akkor így maradok. Hát most mit csináljak? Tehát egyszerűen azt nem tudom megváltoztatni, Tehát én tényleg ilyen típus vagyok. Én nyitott vagyok, én közvetlen vagyok, mindenkivel beszélgetek. Én szerintem nem vagyok annyira ijesztő, nem is harapok, úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz. Zenész legyen, vagy inkább Ne! Ne! ne. Nem tudom, nem tudom. Nem, figyelj, nincs ilyen fix. Volt nekem ugye az első szerelmem a zenész volt, hát az nem volt egyszerű, és a, a vőlegényem pedig nem volt zenész, és az meg más miatt nem egyszerű, mert hát azért megérteni ezt az életformát nem annyira, nem annyira könnyű. Úgyhogy nem, nincs fixen ilyen, hogy most zenész legyen, vagy ne legyen zenész, de, de legyen humora, szeressen utazni, szeressen... Szeresen figyelni! szeresse azt, amit csinál, tök mindegy, hogy mit csinál, csak szeresse azt, amit csinál, mert az nekem fontos, mert akkor meg tudja érteni azt, amit én csinálok. Ennyi. Tehát nincs sok igényem. Legyen egy normális kapcsolat, egy partnerságot szeretnék. Egy igazi partnert, akivel együtt lehet építkezni. Hát kívánom, hogy ez minél Álve. hamarabb bekövetkezzen. Linda, van egy olyan érzésem veled kapcsolatban, hogy bár nem vagy egy szemgyerek, én az vagyok, tehát ebből a mm. szemszögből tudom nézni, de egyfajta ilyen attitűdöt ö, mm -hmm. érzek veled kapcsolatban, mintha... mintha. Ugye természetes, hogy a szüleid még mindig úgy tekintenek rá, tehát, hogy a pici kislányunk, mint ahogy a fiúkra is gondolom, <laughs> hát, hogy a, jó, hogy a kisfiúk, és és nem is nagyon akarsz ez ellen tenni, mm. hanem természetesen persze jól esik, jól esik ez a, ez a szerepkör. Hát, hogy engem még mindig gyereknek tartanak, azt mondod? Vagy, hogy... Nem tartanak gyereknek, hiszen biztos vagyok benne, hogy komolyan vesznek és hát tisztában <laughs> vannak Há, azzal, hogy, hogy, hogy már, hogy így mondjam, önellátó vagy mm. mindenféle szempontból, de azért talán van az az attitűd, hogy, hogy, a, hogy a Lindácska azért még a mi, mi pici lányunk, és és hogy te is bele tudsz ebbe helyezkedni ebbe a szerepbe? Hát nem tudom, én ez egy, ez egy nehéz kérdés Itt én már 16 éves koromtól kezdve nagyon különálló voltam, külön éltem külön csináltam pénzt, tehát hogy én nyilván egy borzasztó közeli családról e, van szó. E, mindenki tud mindent mindenkiről. E, mindenki beleszól, ugye mindenki meghallgatja a zenéket, egymástól kikérjük a véleményüket. Tehát, hogy így e, nyilván egy nagyon nehéz egy vonat húzni, e, ugye, a, a, hogy hol vannak a szülők és hol van a menedzsment, meg a nem tudom, ez a része nagyon-nagyon nehéz, de... Szerintem már rájöttek arra, hogy azért minden a hárman azért eléggé felnőttünk most már viszont benne így 40 évesen.